Üdvözlök mindenkit a Videodron filmes csatornán, nézzük az Alien Romulus bemutatóját. Aki ismeri a csatornát, annak valószínűleg feltűnt, hogy kedvelem az Alien filmeket. Eddig ugye hat mozi készült, az Alien vs. Predátorokat nem számolnám ide, még hogyha az első bizonyos szinten szórakoztató is. Számomra az Alien első két része alapműnek tekinthető, még akkor is, hogyha teljesen más stílusban közelítik meg a sztorit. A harmadik részsel azért több problémám van, de a hangulata miatt kimondottan kedvelem a filmet. Sokakkal ellentétben én még a negyedik filmmel is el vagyok, nagyjából erre lehetett számítani, amikor Zsöni elvállalta a Rendezést. Azonban a feltámad a halál után viszonylag hosszú időre parkoló pályára kerültek az élienek és legközelebb Ridley Scott támasztotta fel a franchise-t a Prometheus-szal. Ezzel a filmmel elég érdekes a viszonyom, miközben a forgatókönyv televonsutaságokkal valójában egy nagyon profi sci A Covenant esetében teljesen más a helyzet, azzal a filmmel nem igazán tudtam mit kezdeni. Ami nagyobb probléma, hogy szerintem Ridley Scott sem. A rajongók több élient akartak, a rendező pedig meg is adta nekik, még hogyha ennek az is lett a végeredménye, hogy összességében egy nagy káosz lett a Covenant. Közben a Disney megszerezte az Alien filmek jogait, és valamit kezdeni akartak a franchise-szal. Először streamingben gondolkodtak, de valószínűleg az új Predator filmnek köszönhetően is megváltoztatták a koncepciót. Így picit megnövelték a költségvetést, a rendezői székbe pedig Fede Álvarez került. Számomra ez pozitív előjel volt, ugyanis a rendező által készített gonosz halott reméket kimondottan szeretem, és a vak sötét is tetszett. Viszonylag gyorsan tisztázták az alkotók, hogy a Romulus nem folytatás lesz, hanem a stori beékelődik az első illetve a második rész története közé. A Romulus történetének főszereplője Rén, illetve Android társa Andy. Ketten egy bányabolygón tengetik életüket, amikor felmerül a lehetőség, hogy elhagyhatják azt. Csatlakoznak egy csapathoz, akik hibernáló kamrákat akarnak szerezni egy elhagyott űrállomásról. Ezekre pedig azért van szükségük, hogy meg tudják tenni a 9 évig tartó utat a következő élhető bolygóhoz. Persze, ahogy az Alien filmektől megszokhattuk, hamarosan kiderül, hogy az űrállomás miért elhagyatott. Nyilván az eddigi hat ilyen filmről mindenkinek egy kicsit eltér a véleménye. Azonban az nem kérdés a franchise-szal kapcsolatban, hogy szinte minden rész próbált valamit újítani. Lehet, hogy sokaknak nem tetszik a negyedik fejezet, de valamilyen szinten tud újat mutatni az előzőkhöz képest. Fede Álvarez mozia azonban meg sem próbálkozik ezzel. Tulajdonképpen a Romulus az eddigi Alien mozikból van összerakva. Egyértelműen erősen támaszkodik a nosztalgiára és tele van utalásokkal. Egy ilyen fajta best of mozinak alapvetőleg nem kéne működnie. Azonban Fede Álvarez olyan tisztelettel nyúlt az alapanyag és vegyítette az egyes elemeket, hogy mégiscsak funkcionál filmje. Bár kétségtelen, hogy az alapokat újra használja, de emellett nagyszerű új ötletei is vannak. Amiért külön megdicsérném a rendezőt, hogy a különböző részekből ismert stílusokat is megfelelőképpen sikerült vegyítenie. A Romulusban vannak vegytiszta horror részek, de mellette az Eliasből ismert akciójelenetekkel is találkozhatunk. És ami érdekes, hogy a két dolog nagyszerűen megfér egymás mellett. A film megtekintése előtt kicsit aggódtam a szereplő gárda miatt. Kéri Szpéni nagyszerű a főszerepben, és az a helyzet, hogy Rén karakterét is meglehetősen jól felépíti a film. Igaz az Andy esetében is nagyszerűen működik párosuk. Sőt, az Android karakter tekintetében sikerült előrelépni, egy picit mást kapunk, mint az eddigi Alien mozikban. A következő nagy pozitívuma a Romulusnak, hogy baromi jól néz ki. Itt most nem csak az éljenekre gondolok, hanem a díszletekre, illetve a hátterekre is. A mai filmekhez képest meglehetősen visszafogott költségvetés ellenére egyetlen egy látványhibát találtam a filmben, igaz az elég zavaró. Bár nem olyan túl sok jelenet játszódik az űrben, ezeknek a látványvilága is teljesen rendben van. Bár nem tudjuk, hogy az eredeti költségvetés mellett hogy nézett volna ki a film, de óriási hiba lett volna ezt nem bemutatni moziban. Persze a Romulus nem hibamentes, a forgatókönyv meglehetősen kiszámítható, és azt is sejthetjük, hogy ki fogja túlélni a film eseményeit. Az alapsztoriban sincs túl sok újdonság, és az a helyzet, hogy ha valaki olvasta az Alien könyveket, akkor többször is találkozhatott már ezzel a felállással. A forgatókönyvben is van néhány luk és több logikátlanság is. A Romulus nem mozdítja előre a franchise az eddigi részekkel ellen, inkább tiszteleg előttük Azért azonban óriási pacsiára rendezőnek, hogy végig sikerül a feszültséget fokoznia, és néha még meg is lepni a nézőket. Ráadásul a lezárással sikerült egy olyat húznia, amire szerintem nem számított senki. Lehet, hogy a Romulus nem nagy előrelépés a franchise tekintetében, de végre sikerült készíteni egy jó alien mozit. Nagyszerű példa, hogy megfelelő tisztelettel lehet támaszkodni az alapokra, és apró újdonságokkal fel lehet az dobni. Persze most mondhatnánk, hogy az első két mozi nem sikerült elérnie, de nem tudom, hogy egyáltalán talán lehetséges-e ez? Én kimondottan kedveltem a Romuluszt, annak ellenére, hogy azért a világot nem sikerült megváltania. Véleményem szerint, aki kedveli az Alien filmeket, mindenképpen nézze meg moziban, én a magam részéről 75%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!